A Halászati Szövetkezet és az Atomerőmű Horgász Egyesület közreműködésével a paksi vízi és horgászturizmust előtérbe helyezve mutatkozott be városunk a Kalocsai Paprika Fesztiválon. A paksi stand nagy sikert aratott, több mint 1000-en voltak kíváncsiak turisztikai kínálatunkra. Miután Kalocsa megfordult nálunk a Kávébor és Pálinka Fesztiválon egy nagyon színvonalas megjelenéssel, elgondolkodtunk azon, hogy mi lehetne az interaktív tevékenység, ami bemutathatná igazán a városunkat, ezért úgy döntöttünk, hogy a Duna köré építjük föl a mai bemutatkozásunkat, egy élő hal simogatóval készültünk egy medencével, amiben élő halakat találnak a gyerekek, emellett fahalakat lehet kipecázni a medencéből, készültünk egy Mi való a paksi halászlébe játékkal, amikor is a bográcsba lehet bedobálni a paksi halászlébe való különlegességeket, és ezen kívül egy fotófallal is várjuk a paksi standra érkezőket, akik egy kenuba lefotózkodhatnak, és olyan, mintha a paksi Duna szakasztán neveznének. A víziturizmus fejlesztése a dunamenti települések közös célja. Ezért dolgozik majd a Paks-Kalocsa Vízcsöppek Duna Régió Társulás, melynek megalakításáról szóló szerződést a Paprika Fesztiválon írták alá. Alapszándékunk az volt, hogy alapvetően a Duna folyón egy olyan együttműködési hálózatot hozunk létre, ami példaértékű lehet az Európai Unió számára is. A Duna Régió Víziturisztikai Szövetség kezdeményezésére létrejött együttműködéshez a Duna jobb és bal partján fekvő 15 település csatlakozott Dunaföldvár és Fat között. A közös régiós fejlesztésekben minél jobb eredményeket lehessen elérni, ebből kifolyólag vetettük ezt papírra, sírtuk alá. És ennek egyik már megvalósítási pontja, ez a Vízcsepp Egyesülés, amiben a dunamenti víziturizmusnak a előnyeit szeretnénk a környező települések vonatkozásába is kiaknázni. Kalocsa más vonatkozásban is vízibázis szeretne lenni, tehát egyik csomópontja ennek a víziturizmusnak, amely kiköt, és nem csak, hogy kikötnek és pihennek egyet, hanem bejönnek a városba, megnézik, bizonyos szolgáltatásokat kapnak, jó minőségű szolgáltatásokat, nehogy úristen két-három napos kirándulásokat tehetnek kerékpárral onnan. Tehát ez szolgál, és ezt úgy láttuk, hogy közös erővel a dunamenti települések, hiszen már erre is volt példa, hiszen a csalók közben jött létre ez először, és hát reméljük, hogy a Duna teljes hozzát le fogja majd ezt fedni. A vízi és szárazföldi turizmus fejlesztése mellett a vízikultúra életben tartása és népszerűsítése, a népi mesterségek megőrzése, valamint a környezet és természet védelme is célként szerepelnek a társulási megállapodásban. A Kalocsai Önkormányzat 27. alkalommal rendezte meg a Kalocsai Paprika Fesztivált és 20. alkalommal a paprikás ételek főzőversenyét. A kétnapos rendezvény programját színpadi műsor, kézműves vásár, pálinka és borutca, valamint sztárvendégek fellépése színesítette többek között.